A világítási trendben elterjedt az emberközpontú környezettudatos világítás, ami azt jelenti, hogy oda világítunk, ahová szeretnénk. Sokféle csillár közül választhatunk, van fémmel, valamint fával kombinált, illetve megjelent díszítésben a kristály, valamint a papír, illetve egyre népszerűbb a világítási trendben a retrostílus. A világítás technikában folyamatosan változnak a trendek. Sokféle csillárral, állólámpával és kiegészítővel tehetjük dizájnossá az otthonunkat. Az elmúlt évtizedekben tértünk át a szilárd testfényforrásokra, azaz a ledekre. Lényegesen kevesebbet fogyasztanak, mint az izolámpák, halogénlámpák. Már a fénycsöveknél is kevesebbet fogyasztanak, és a kompakt fénycsöveknek a fényhasznosítását is már elhagyták. Az újabb trend az tulajdonképpen az emberközpontú, környezettudatos világítás. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk arra, hogy milyen színhőmérséklettel világítsa meg a környezetünket, milyen fényárammal, milyen megvilágítási szintet hozunk létre, és adott esetben még arra is oda tudunk figyelni a ledeknek a vezérlésével, hogy reggel, illetve délelőtti órákban melegebb fénnyel világítjuk a környezetünket, majd a déli órákban hidegebb fénnyel és emeltebb megvilágítást biztosítunk, tehát nagy, magasabb szintű megvilágítást, majd a este fele szép lassan, ahogy közeledik a este, egyre melegebb fénnyel világítjuk a környezetünket. A hideg fények növelik az aktivitásunkat, míg a melegek a relaxációban segítenek. Például divat a leddel megvilágított tükör. Már a tükörbe van beszerelve az a LED panel, ami világítja a tükröt, tehát ebben az esetben már nem szükséges ide a tükörnek a két oldalához lámpát szerelnünk, hanem egyszerűen maga a tükör világít, és akkor egészen, tehát teljes egészében látjuk az arcunkat megvilágítva. Csillároknál a vintage stílus hódít. Vannak olyan lámpatestek, amelyek különböző anyagokkal vannak kombinálva, például fával. Az ilyen üvegburák, azok kevésbé divatosak, inkább a fa, a fém jött divatba, illetve a papír, tehát mondhatni, hogy újrahasznosítható anyagok jöttek itt is divatba. A régi korokra emlékeztető lámpák is dizájnosak lehetnek egy modern, egy minimál vagy egy vintage stílusú otthonban. Azt szemlélteti ez a lámpa, vagy azt a hangulatot próbálja kelteni, hogy valamikor ugye volt egy vezeték, és azon csüngött egy izzó betekerve egy foglalatba. A nagy belmagasságú polgári házakban a kristályokkal díszített csillárokat kedvelik. A fürdőszobában most újabban egy új trendi a csillároknak a szerelése, tehát csillák lógatnak be, kell vigyázni arra, hogy lehetőleg ne kapjanak vizet, ne érje vízsugár, mert akkor áram alá kerül, esetleg az ember is megrázza. A másik, amire meg oda kell figyelni az, hogy bizony-bizony egy fürdőszobában gőz, pára van, és azok viszont a különböző fémeknek az oxidációt vezetnek, tehát azok a csillárok, amelyeket fürdőszobában szerelnek, azok nem lesznek hosszú élettartamok. Az állólámpáknál a meleg fénnyel történő megvilágítása javasolt. Vannak a növényvilágító lámpák, ugye a növényeket valamennyien szeretjük a lakásunkban, a ledeken nagyon jól lehet világítani a növényeket, és hát a növények fotoszintézise az igenis létrejön, és szeretik a növények, és növekszenek is a LED fény alatt. A halogén lámpákat kiváltó ledek irányított fényűek és hosszú élettartamúak. Vannak vintage stílusúak és különböző foglalatúak és formájúak. Az elhasznált izzók, lámpatestek vagy fényforrások visszagyűjtése fontos szerepet tölt be a mindennapi életünkben. A háztartási nagygépeket és kisgépeket viszonylag ritkán 5-10 évente cseréljük, viszont az egyéb termékeket, a szórakoztató elektronikát, a számítástechnikai termékeket, mobiltelefonokat, lámpákat, izzókat már sokkal sűrűbben cseréljük. Ezeknek a csere periódusa egyre inkább lerövidült. Ennek a trendnek egyik okozója a divat, meg a különböző irányzatoknak a változása, másrészt pedig annyira felgyorsult a technikai fejlődés, generációváltásoknak vagyunk tanúi, például a világítás technikában, és ezeknek a termékeknek a visszagyűjtése nagyon fontos. Ha az elhasznált izzókat visszavisszük a kijelölt gyűjtőedényekbe, hozzájárulunk a környezetünk védelméhez. Hasznos, másodlagos nyersanyagot tudunk
visszajutatni az iparnak. A gyűjtőedényeken állatfigurák, így például egy béka szerepel, amely felhívja a figyelmet a visszagyűjtésre. Hulladékvisszagyűjtő edények feltűnő, külsejűek és figyelemfelhívóak, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy ezeket ne a háztartási hulladék közzé dobjuk, hanem külön begyűjtőrendszer áll a rendelkezésre. Az ilyen gyűjtőedényekben egy rugó, egy tányért tart felnyomva, és ezáltal a behelyezett lámpa az mindig a tányér felszínén van, így elkerüljük azt, hogy leesve összetörjön, vagy pedig a már behelyezett lámpák törjenek össze ezeknek a lámpáknak a súlyától. Az országban 14 ezer gyűjtőponton 20 ezer gyűjtőedény segíti az elektromos berendezések hulladékának a visszagyűjtését.